Jól megnőttem. Most már ötödikes vagyok. Tanulok, zenélek, pont úgy, mint a nagyok. Korababaként is gyönyörű a világ, Isten éltessen hát minden korababát. Ezzel a verssel nyitották meg a gyermekápolók 17. országos kongresszusát. A kétnapos rendezvényen Mészáros Attila alpolgármester megnyitó beszédében elmondta, az egyik legfontosabb és legnehezebb munka a gyermekápolóké. A vállalatok, az önkormányzat, a szervezetek és a kórház közösen fognak össze, hogy az intézményben a gyermekek körülményeit segítsék. Nagyon hálás vagyok minden Székesfehérvár és minden magyar állampolgár nevében, hogy annó ezt a szakmát választották, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a bekerülő gyermekek minél előbb kikerüljenek gyógyultan, és azt az időszakot, amit pedig ott töltenek, ezt a lehető legkönnyebben megtegyék. Ezek nagyon hálás vagyok, és bár nem vagyunk fenntartóba, igyekszünk, mint város mindent megtenni azért, hogy ez az osztály is nagyon jól működjön. Bakos Gábor, a Fejérvár megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház főigazgatója, a gyermekápolók munkájának nehézségeire is felhívta a figyelmet. Őket nem csak akkor is felhívhatják, amikor egy beavatkozást csinálnak, hogy segítkeznek, hanem folyamatosan. Nincs a gyermekosztályban átújítási idő, nincsenek ezek keretek közé szabva, tehát akár egy gyermek intenzív osztályon, akár egy fejfélbeteg ellátó osztályon, folyamatosan, 12 órán keresztül megfigyelés alatt állnak. Én azt gondolom, hogy ez nagyon nehéz lehet így dolgozni. A kongresszuson olyan témákat járnak körbe többek között, mint a koraszülött babák ellátása, vagy a gyermekbetegekkel és szüleikkel való kommunikáció. Ha a szülőkkel kommunikálunk, akkor pedig nagyon fontos ott is az ő lelki állapotukat figyelembe venni. Nagyon fontos az, hogy érthetően mondjuk el azt, hogy mi fog történni, hogy mi vár a gyermekre, mi lesz a betegségének akár a kimenete. Többször ismételjük el ezeket, tehát érthető nyelven többször ismételjük el, hiszen azt is tudjuk már, hogy egy ilyen stressz helyzetben a kapott információnak csak minimális hányadát tudja megjegyezni a szülő. A szakmai konferenciát két évente rendezik meg, ez idő alatt sok változás történik, ezeket tudják megbeszélni a találkozókon. Az idei kongresszusnak Székesfehérvár ad otthont. Azt hiszem, hogy a csecsemő és gyermekápolók munkáját talán nem is lehet eléggé méltatni. Biztosan nincs olyan fehérvári, akinek gyereke, unokája ne fordult volna meg náluk, és mindig rendkívül lelkiismeretes, kiváló ellátásban részesülnek. A rendezvényen a Székesfehérvári koraszülött intenzív osztályon működő kapcsolatfókuszú perinatális zenei programot is megismerhetik a résztvevők, amely nagy hatással van a gyermekek és az édesanyák lelkiállapotára.